Évközben is foglalkoznak a karcagi testnevelők, úszóedzők a fiatalok vízhez szoktatásával, úszás tanításával. 30 éve azonban nyaranta is szerveznek úszás oktatást, lévén nyáron jobban ráérnek erre az óvodások, iskolások. Az Akácliget fürdő tanmedencéje idén is megtelt olyan gyerekekkel, akik először kaptak kedvet ahhoz, hogy megtanuljanak vízbiztosan úszni, illetve olyanokkal, akik már elsajátították az úszás alapjait, de folyamatosan fejlesztenék ebbéli képességeiket. Az alapoktól kezdve kezdjük a vízhez szoktató gyakorlatokkal, majd ugye a hátúszás, gyorsúszás elemei, technikai elemeit tanuljuk gyakorlatilag az első héten, és a második héten kapcsoljuk össze játékos feladatokkal, és az utolsó nap, ugye az utolsó foglalkozás, egy nyílt foglalkozás, ahol számot tudnak adni a gyerekek a tanultakról, itt a szülőknek, nagyszülőknek és nekünk is a foglalkozás végén. Inkább a gyerekeknek egy új élményt, egy új közegben való foglalkozás nyújt a gyerekek számára, új feladatsorokat, új mozgás lehetőségeket. A szülők számára én úgy gondolom, egy biztonságot ad, ha megtanul a gyermek úszni, akkor nyugodtabb szívvel engedik el akár táborokba őket, vagy nyugodtabban mehetnek vizes fürdőhelyekre nyaralni. Gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy maga az úszás egy olyan sport, ami erősíti a gyerekeknek minden izmát, még az is, ami igazából nem kerül a felszínre. Tartásjavítás szempontjából is nagyon fontos. Gyakorlatilag úgy mozognak a gyerekek, hogy játékosan és élvezettel csinálják a feladatokat. Az úszás azon túlmenően, hogy roppant népszerű sport. Karcagon különösen az egyik legegészségesebb mozgásforma is. A vízben, mint a levegőnél sűrűbb közegben a gyerekek észrevétlenül is nagyobb erőt kénytelenek kifejteni. Javul a testtartásuk, jelentősen emelkedik tüdőkapacitásuk, keringési rendszerükre is jótékony hatással van. Teszi ezt az úszás úgy, hogy messze nem okoz olyan ízületi terhelést, mint például a futás. És egyáltalán nem baj, ha a karcagon úszni megtanuló vagy sportegyesületi keretek között úszó fiatalok mindegyikéből nem lesz világbajnok vagy olimpikon. A vízbiztos úszástól még nem lett senkinek sem baja.